hogy ne jönne le a folyóra. Mi az, ami miatt mindig itt vagy, János? Csak nem mindig. Hát erre nehéz pontos választ adni, de azt hiszem, hogy a Duna és a környezetének a rám való hatása, tehát ennek a szeretete, és főleg egy ilyen alkonyati Duna és egy ilyen ébredő Duna, annál szebb nincs. Végül is a természet szeretet az már régi, és amióta Mohácsra költöztem, azóta a Duna még ezt fokozta, a Duna környéke. A horgászat, ami plusz, ha halat fogok, az még plusz. És a gombázás, ami még a Dunából eredő árterületeken termő gombák, aztán az állatvilág bősége, látványossága, hiszen volt nekünk szelid vadállatunk, ami sajnos már nincs. Tehát ez így összességében adja nekem a mindent. Az, hogyha az ember halat fog, az már csak kiszínezi a dolgokat. Minden kora hajnal, minden virradat itt talál a folyón, és alkonyatkor már újra sietsz vissza, szinte állandóan. Hogy telik közte az időd? Hogyan telnek a napjaid? Nagyon korán kell kelni, ilyenkor 3:30-kor, 4:45-kor, de ugye június 21-ig ez fokozódik valamennyit. De aztán, ha végeztem a természettel, akkor hazamegyek a városba, megtisztálkodom, előkészülök a munkára, és akkor megy a napi 8 óra, vagy 12 napi munka. Kemény munka? Kemény munka, mert nagyon sokat kell utaznom a beszerzésért, az eladásért, mindenért. Tehát én egy vállalkozó vagyok, tehát itt nincs megállás. Este, amikor végzek a munkával, ugye mindenki ilyenkor ágynak esik, vagy legalábbis próbál pihenni. Nekem ez a pihenés, hogyha ide kijövök, és akkor beülök a csónakba, és szépen lassan lecsurgok a Dunán, és ahova akarok menni horgászni, de szépen odaállok. És ez pihentet. Ez olyan, mint egy pár órás alvás. Hol találod ilyenkor a halakat jellemzően? A kőruganyokon, oldalkövezéseken, bokrok alatt, kövezések által lángos alsó részeken. Pirkadattól, ahogy elkezd derengeni a keleti égbolt. Attól egész nap felkelték, sőt, talán a balinok még a napfelkelte első időszakában is vannak, de a süllő és a harcsa az erre a korai szakaszra. Este pedig szintén a lemenő nap utáni időszak, egész a korom sötétig, de mondjuk a harcsánál, meg még a nagyobb süllőknél, még a későbbi időpontok is jók, tehát az egész késő éjszakai időpontok. És főleg akkor, ha nincs hold, totál sötétség van. Napokban szemtanúja voltam, amint egyszerre két balint fogtál, egyet a légyre, egyet a wobblerre. Rendszeresen kötsz egy legyet a wobbler fölé? Hát igen, ez régi szokásom, de mondjuk sokszor ugye nem jó, mert a műlégy hurkánál gyengül a zsinór, a főzsinór, és ezért nekem például tegnap este egy másfél órás küzdelem után meg kellett hajolnom egy harcs előtt, ami ott ennél a kötésnél szakított. Az eredményességnek van-e valamilyen titka, illetve ezzel a nagyon sok ráfordított idővel is arányos esetleg az eredményes horgászat? Hát erre azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nincs arányban ráfordított idő, és az eredményesség, ha lényegesen kevesebb van most jelen pillanatban a Dunában. Ez köszönhető, gondolom, a sok horgásznak, halászatnak főleg, de nem tudom, talán a szennyezettség is okozza. De az biztos, hogy régen egy 10 alkalomból 5-6-szor fogtam, akár süllőt, vagy akármit, de mostanában egy 10 alkalommal el kell jönnöm, hogy 2-3-1 eredményes legyen a horgászat. Tehát sokat, nagyon sokat kell járni ahhoz, hogy igazán azt mondhassák rólad, hogy eredményes horgász vagy. A ragadozó halat nem